A kollégáim egy órán belül a lakásán fogták el az elkövetéssel gyanúsítható 32 éves pécsi férfit, majd előállították és kihallgatták gyanúsítottként. Elfogásakor alkoholszondát is alkalmaztak a kollégák, amely pozitív jelzést adott, ezért előállították a férfit mintavételre. Ott az orvos közepes fokú ittasságot állapított meg. A férfi ellen rongálás és garázdaság miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság, az ittas állapotban történő járművezetését pedig külön eljárásban vizsgálják.